Üdvözlöm a Kultúrcsap nézőit! A nőnapot követően és közeledve az 1848-49-es forradalom kitörésének évfordulójához, a mai műsorban a 19. századba hívjuk nézőinket meghívottaink által. A modernizáció és a polgárosodás következményeként sok változás elindult a nők helyzetében a 19. században. Nyilván ebben nagy szerepe volt a forradalomnak is. Női emancipáció, ez volt a kor egyik legégetőbb témája. Hogyan volt jelen a női kérdés az irodalomban? Milyen női alakok születtek ekkor? Milyen tükre volt az irodalom a női helyzetnek? Ha tehetik, tartsanak velünk a most következő közel fél órában. A 19. század szerte Európában a különböző emancipációs mozgalmak, és hát ezen belül a női emancipáció szintere is. Hát ez Magyarországon sincs másként. A magyar nők emancipációs kérdése viszont egy specifikus ívet ír le a század folyamán. Az 1800-as évek elején, 1700-as évek végén, 1800-as évek elején igazából a hármas női szerepen túl, mármint anya, feleség, háziasszony, a publicisztikában és a különböző politikai felvetésekben a nő kérdés csak olyan szinten jelenik meg, hogy jogosultak-e, képesek-e a nők alkotói tevékenység véghez vitelére. Az 1800-as évek elején ugyanakkor a ratio educationis, tehát a tanügyi törvény, a birodalom tanügyi törvénye a lányok nevelésére is kitér. Ez már egy mérföldkő. Ugyanakkor, tehát ugyanezen a vonalon beszélhetünk főként a női kérdésről a reformkorban is, amikor igazából a reformkor tipikus paradigmáiba úgy illeszkedik ez bele, hogy a női művelődés kérdését azért tartják fontosnak, és azért van ennek egy fontosabb helye a magyar társadalom történetben, mivel hogy fontosnak tartják azt, hogy a magyar nyelvet és műveltséget ismerő anyák neveik honfikká és honleányokká, magyar honfikká és magyar honleányokká az új generációt. Ez csúcsosodik majd ki a különböző nőnevelő intézetekben, Brunswick Teréz, Teleki Blanka intézeteiben a 40-es évek elején. Nekünk nagy bűnünk az, hogy mai gondolkodásunkat akarjuk visszavetíteni a 19. századra, és éppen csak azt tesszük félre, hogy telefont használunk, meg internetet, de azt gondoljuk, hogy hasonló volt a szellemi élet, mint amilyen ma, ahhoz hasonló, de nem így van egyáltalán. Arról is szó volt, hogy kit hívnak meg egy társaságba. Ki méltó arra, hogy ott legyen, és ez az irodalomra is vonatkozik. Nem külön nők irodalmi élete, de vannak ünnepelt személyek. És az ünnepelt személyek, azok olvasottak, műveltek, és vannak olyanok, akik szeretnének ebbe az irodalmi életbe bekapcsolódni, és túl nehéz, nagyon nehéz. Egy példát szeretnék hozni, a 18. század végén már volt egy kötetnyi költeménye Újfalvi Krisztinának, aki erdélyi volt, és a nevét ismertté tette a bátorsága révén, bekapcsolódott olyan körökbe, mint például Danielné Mikes Anna köre, Molnár Borbála köre, de csak annyi verse jelent meg, amelyet Molnár Borbálának köszönhet éppen azért, mert nem sikerült eljutnia egy olyan megbecsülésig, ameddig például Dukai Takács Judit eljutott, amikor meghívták Keszthelyre, Festetics kastélyba, és ünnepelték, mint egy kivételes tehetséget. Úgyhogy egy kicsit olvasnék, pont ettől az Újfalvi Krisztinától, de most nem a Holdhoz írott levelét, vagy Holdhoz írott versét,
vagy más költeményeit, hanem azt a levelét, amellyel verses kéziratát átnyújtja Teleki Ferencnek. Tudjuk, hogy Döbrentei Gábornak is, aki Kolozsvár irodalmi életét szervezte 19. század elején, odaadott már verseket, de azokkal nem rendelkezünk, elvesztek. De halljuk most az ő hangját, amely egészen bizonyos, hogy a 19. század elején keletkezett, méltóságos gróf uram. Tapasztalásaim, melyeknek hasznok csupán magam ismétlésében határozódnak, tanítottak erre is, hogy valamit inkább az újság, mint az érdem kedveltet. E bátorít a nagyságot parancsolatjának teljesítésére, midőn olykori időtöltéseim jeleivel udvarlok, melyeket itten felkapván célomra kikértem, és amelyek már becsesek előttem azért, hogy bizonyítani fogják, milyen nagy hatalma légyen rajtam a nemes szívet képező tekintetnek, hogy annak parancsolatjára elejébe állok olyan munkáimmal, amelynek csekélységét éppen úgy ismerem, mint azt, hogy nagyságodnak alázatos szolgálója, Újfalvi Krisztina. Vannak ennél sokkal oldottabb, tréfálkozóbb szövegei is, de itt most összeszedte magát, már egy élet leszálló ágában is így tudta ajánlani a verseit. Témának nevezhetjük, ugye az emancipáció témája, de itt elsősorban a szabadság valamilyen elképzeléséről lehet szó. A szabadságot olyan értelemben gondolom el, hogy gondolatszabadság, gyülekezési szabadság, a testtel való szabad bánás, hogy így mondjam. És akkor arra gondolunk, hogy ami az irodalmi művekben az utazónőt jelenti, aki vagy egyedül utazik, vagy esetleg nem a házastársa kíséretében, vagy a nő lelki világának nagyon árnyalt bemutatása. Nekem az egyik nagy felismerésem az volt az irodalomról való gondolkodásban, hogy segítette a mentalitás lassú változását a történelmi téma. Hogy sokkal nehezebb volt az aktualitásról beszélni, mint elővenni egy magyar eseményt, megkeresni a szereplőit, és azon keresztül mutatni meg, hogy milyen tud lenni egy nő, mi az, hogy méltóság, mire képes a nő, és ezt a metaforát kellett aztán az olvasónak megfejtenie. Úgyhogy általában még a női hősiesség bemutatása is a történelemből, a páncél felvétele, vagy a férfiak megmentése nők által egy nehéz helyzetből, mind arra vonatkozott, hogy azt a nagyon szűklátókörű megítélést, amely közkeletű volt korábban, megváltoztassák. A 48-as forradalom ugyanakkor teljesen megváltoztatja a nőkérdés tematizálását a magyar közbeszédben, mivel hogy a forradalom ideje alatt a nők más szerepeket vállalnak fel, teljesen más szerepeket vállalnak fel, mint az addigi klasszikus szerepek, kénytelenek a család gazdasági fenntartóivá válni, ugyanakkor a sebesültek ellátásában van óriási szerepük, hát a bújósoknak is a bújtatásában, és hát ugye a megtorlásban is sokszor célpontok a nők. És ez érződik a nőkérdés további tematizálásán is. Az 50-es, 60-as években már más dimenziókba kerül a magyar közbeszédben a nőkérdés tárgyalása. A század harmadik felében már egyre inkább elkezdenek beszélni a nők középfokú, sőt felsőfokú nevelésének szükségességéről. Egyrészt azért, mert az ötvös törvény kötelezővé teszi a lányok számára is
az oktatást. Ez azt vonja maga után, hogy szükségessé válik minél több jól képzett pedagógus kinevelése, illetve a tanítónőképző intézeteknek is a fejlesztése, a tanítónők számának növelése. Ezzel jár együtt persze az is, hogy a 60-as években a dualizmus idején a gazdasági fellendülés az azt vonja maga után, hogy új szakmák jelennek meg, új iparágak jelennek meg, új munkahelyek, új típusú munkahelyek jelennek meg, amelyre már nőket is be lehet vonni, és hát igazából ez ott kötődik még a forradalomhoz, hogy a forradalom után, az 50-es, 60-as években nagyon sok az egyedülálló nő, aki gyakorlatilag keresett, szüksége van arra, hogy ő tartsa el a családját, tehát kénytelen a magyar társadalom a nők fizetett munkavállalását is tárgyává tenni. A nőnevelés ügye azonban gyakran a társadalmi megítélés akadályaiba ütközött. Ez leginkább a nők szellemi képességeiről szóló megítélésekkel állt kapcsolatban. Gyulai Pál irodalomtörténész nevéhez fűződik a 19. század női kérdésének egyik nagy vitája, amelynek tárgya az volt, hogy bizonyos műfajok, mint például az eposz művelésére képtelenek a nők. Amit Gyulai Pál képvisel, ez már a második nővita volt a 19. század magyar kultúrájában. Az első az volt, hogy mit akarnak a nők egyáltalán, miért akarnak kilépni abból a házi környezetből, amelyet olyan szépen leír Arany János a verse első felében. Ugye a családi körnek az első fele szól arról, hogy minden nagyon szép és jó, még csak le sem ül a családanya, hanem olyan szeretettel látja el a családtagjait a vacsorával. A második viszont arra vonatkozott, hogy mire képesek a nők az irodalomban, mit tegyenek és mit ne. Az irodalommal foglalkozók viszont nagyon érdekesen léptek elő, egyrészt a saját érzelmi világukban nagyon bízva, másrészt pedig szinte rákényszerülve, és gyakran rákényszerülve arra, hogy a nagyvárosban megélhetési lehetőséget keressenek, amely elképzeléseikhez közel áll. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mindenki író és újságíró, lapszerkesztő, műfordító volt nő létére. Most nagyon jól tudjuk, hogy egyesek számára a modernizáció, a nagyváros vonzó ereje az a megaláztatást és gyakran a halált jelentette. Teleki Blanka példája, aki hát ugye nevelőintézetet hozott létre Budapesten. Az irodalmi élet pedig azt is jelentette, hogy beszéltek valamiről, de ugyanakkor állást is foglaltak azzal kapcsolatban, amit olvastak. Ez nőkre is vonatkozik. De az ő értékítéletük ritkábban jelent meg konkrétan az újságokban, inkább irodalmi művekkel voltak jelen, és ami itt az irodalmi élet változását jelenti a 19. században, az azt jelenti többek között, hogy egyáltalán megjelenhettek egy idő után női lapok is, hogy például a családi lap megjelenhetett, vagy voltak olyan személyek, mint Majtényi Flóra, vagy Vahot Sándorné, akik következetesen képviselték azt, hogy a nőknek is lehet szerepük a világ alakításában és az olvasmányok létrehozásában, nevelésben közvetve.
19. század az szerintem már az a kor, amikor már komplexebbek a női alakok. Tehát ott már történnek dolgok a nőkkel, nem csak mellékszereplők, egyáltalán nem passzív a jelenlétük, és most a vegyük-e ki jókait a kötelezők téma kapcsán, ugye ott felmerült, hogy Tímea nagyon nem egy jó példakép, mert hogy mindig csak tűr, mindig hallgat, nem kérdez, és szerintem ez egy nagyon felszínes értelmezés, mert pont, hogy tehát Jókainál ott van ez az ellentétpár, Noémi, Tímea, ez egy nem ő találta ki, ez egy archaikus ellentétpár, ugye a szenvedélyes, a nőiességét megélő, természetben élő nő, mint ilyen ideális nőkép, és a feleség, aki a társadalmi életben ugye fel lehet mutatni, mint feleség, fegyelmezett, tudja, hogy hol a helye, ez így első blikre. De hogyha Tímeát megnézzük, akkor szerintem ő abszolút nem egy passzív alak, tehát való igaz, hogy ő végig csendben tűri Timárnak a kalandozásait, meg a kettős életét, viszont ezt úgy teszi, hogy ő közben vezeti az üzletet, közben ő teljesen kézben tartja a saját életét, és szerintem ez nem tudom, valahogy csodálatra méltó. Tehát, hogyha nekem lenne annyi erőm nőként, hogy egy ilyen helyzetet így tudjak viselni, hogy viszem közben az életemet, rendezem az üzletet, ráadásul felvirágzik az üzlet ugye a vezetése alatt, és így tudja mindig hazavárni Tímeát. És szerintem ez nála egy döntés, tehát ez nem az van Tímeánál, hogy ő belekényszerül egy helyzetbe, és nincs más választás, ő ezt eldönti, ahogy azt is eldönti, hogy hozzámegy Tímeához, annak ellenére, hogy nem szerelmes belé, hálából, valamiféle... Nem tudom, nem minden motivációjával vagyunk tisztában, de szerintem az látszik, hogy ő döntéseket hoz következetesen, és ezeket a döntéseit következetesen képviseli. Úgy láttam, hogy itt önnek nem csak a vagyona, de kereskedői hitele és becsülete is kockára van téve. Sőt, e vállalat jó sikerétől egy nevezetes iparág felemelése is függ. Én nem értettem az üzlethez, hanem azt gondoltam, hogy itt minden tudománynál többet ér a hűfelügyelés. Ezt nem bízhattam másra. Rögtön lejöttem Levetincre, az önlevelének vétele után. Ahogy ön meghagyta, magam vettem kezembe az üzlet vezetését. Tanulmányoztam a kereskedelmi könyveket, beletanultam a számadásokba. Ezeket úgy hiszem rendben fogja ön találni. A könyvek és a pénztár állapota pontosan összeegyeznek. Mihály bámulva nézte ezt a nőt, ki a kezén megfordult milliókat oly hideg nyugalommal tudta rendeltetésük helyére juttatni, bevenni, újra kiadni, a veszélyben forgó pénzt gyors kézzel megmenteni, és még többet is tudott annál. Vagy ott van Baradlainé például, aki hát anyaként szerintem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős példa, hogy tényleg az az erő és másfelől ugye nem csak anyaként, hanem kvázi így politikailag is aktív és szerepet vállal, és azt nagyon határozottan eldönti, hogy nem fog engedelmeskedni a zsarnoki férjének a halála után, és a saját elképzelései szerint neveli a fiait, hozatja őket haza. Mikor elhatározta rá magát, hogy kastélyát a harc sebesültjei számára megnyissa, jól tudta, mit cselekszik. Elébb gondja volt rá, hogy Ödönnejét kisgyermekeivel elküldje Körös-szigeti kastélyába. Fiát, Jenőt utasította, hogy mint ügyeljen reájuk. Azoknak nem szabad azt még csak sejteniük sem, mi történik az ősi lakban. Minden másodnap temetnek onnan. És minden szobában kínlódó, nehéz sebesültek feküsznek, kiknek jól esik, ha egy szelíd női arc minden nap kétszer-háromszor végigjárja kint anyájukat. Ápolásukra felügyel, s jó szóval vigasztalja őket. Szükségeikről gondoskodik, angyali jó tekintetével gyógyít. Madács Évája, hát ő eleve, neki köszönhetjük a bűnbeesést, tehát hogy ő indítja el az egész műnek a cselekményét, és az egész világnak a cselekményét tulajdonképpen, és mindig ő lendíti előre a cselekményt. Tehát, én azt gondolnám, hogy inkább Ádám az, aki követi őt így, és akkor utána próbál kezdeni valamit a helyzetekkel, de hogy mindig Éva viszi előre, és Egyiptomban például ő az, aki
aki elég érzékeny ahhoz, hogy a rabszolgák jaj veszékelését meg nyomorát így meghallja, és ezt, tehát hogy van egy olyan érzékenysége is, ami mondjuk Luciferben egyértelmű, hogy nincs meg, meg Ádámból is egy kicsit úgy hiányzik. És ezzel az érzékenységével, a kíváncsiságával, meg tulajdonképpen a zabolázhatatlanságával lendíti előre, színről színre a dolgokat. Végzet, szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem. Ezeknek a nő alakoknak egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy helye maradjon a modern olvasó polcán, mert hogy most egy teljesen más társadalmi és történelmi kontextusból nézzünk ezekre a művekbe. Nyilván az adott kor mindig meghatározza, hogy olvassunk egy adott művet, de fontos azt látnunk, hogy ezek a nőalakok egy olyan történelmi korban élnek, amikor rengeteg, tehát nagyon sok helyzetben kell döntést hozniuk, elég zűrös időket élnek meg, és állják a sarat. És ezt csak hangsúlyozni tudom, hogy abszolút nem passzívan. És a mi korunkban pedig, amikor van ez a kényszer, hogy a nő ilyen szuper minden is legyen, tehát szuper anya, építsen szuper karriert, azért otthon is vezesse a háztartást, egyszerűen nem lehet mindenben helytállni. És szerintem inspirálóak tudnak lenni ezek a karakterek, hogy abszolút nem egysíkúan valahogy helyt tudtak állni. Csetlettek, botlottak, amitől épp, hogy emberibbek lettek szerintem, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt így mélységében értelmezzük, és ne csak a mostani társadalmi kontextus kényszerei felől nézzük őket. Fel hát, világim védnemtői, fel! Kezdjétek végtelen pályátokat! Gyönyörködjen még egyszer bennetek, amint elzúgtok lábaim alatt. Tanulást, és hogy van gyülekezési szabadságunk és szólásszabadságunk. Ez nagyon sokat jelent. Nyilván a kommunikáció megváltozott, és ez új lehetőségeket, új kockázatokat is tartalmaz, akinek a körülményei, anyagi és családi helyzete megengedi a világban, és a magyar nyelvterületen, hogyha konkrétan erről beszélünk, az hozzáfér a tanuláshoz. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy tanulni lehet, legalább elkezdeni. De én nagyon bízom benne, hogy mindazok, akik elindultak a kultúra elsajátításának az útján, akik fölismerték, hogy lehet, bár nagy erőfeszítésekkel, saját hajlamaink, művészi, vagy éppen irodalmi vágyaink útján menni, azok ma könnyebben megtehetik. Bár nem tagadom, hogy ez nem akadálymentes, és gyakran valóban nagy összefogás kell, hogy egy tehetséges embert, egy tehetséges nőt az általa vágyott szakmához, önkifejezéshez hozzásegítse. Itt most arra gondolok, hogy hangszerekre van szükség, nem elég egy vágy, utazásra, tanulásra különböző műhelyekben. Úgyhogy ne legyünk naivak, még nincs itt a Kánaán.